Édesanyám! Mi van már ön apropó? Édesanyám, meguntam már az elektronikatögényeket. Na, hát akkor lásd munkálom! Színpadon a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet társulata. Fazekas Mihály Ludas Matyi című darabját adták elő az Országos Börtönszínházi Találkozó regionális versenyén Tiszalökön. A felkészülés több mint egy hónapot vett igénybe, főleg a szövegtanulás, aztán a díszlet és jelmezek elkészítése igényel több időt, mesélte a darab rendezője. A szereposztás egy előzetes casting után közösen dőlt el. Fazekas Mihály születésének évforduló előtt szerettünk volna tisztelegni, ezért esett erre a választásunk, erre a műre. A maga a megvalósítás nem volt egyszerű feladat, hiszen nekünk, felkészítőknek a napi tevékenységünk mellett, illetve a fogvatartottaknak a napi munkájuk, illetve napi rendjük mellett kellett gyakorolni, illetve felkészülni az előadásokra. Minden produkciót három fős zsűri értékel, amelynek egyik tagja Frenkó Zsolt, a Pince Színház ügyvezető igazgatója. Ő kiemelte, más egy professzionális előadás, és más egy olyan hobbiból készült színházi darab értékelése, ami egy terápiaként működik az intézeten belül. Mi, akik mászkálunk a hétköznapi világban, nagyon sok szerepet veszünk magunkra tudat alatt. Tehát a hétköznapi ember nem bújik be ezekbe a szerepekbe szándékosan, nem készül föl, amikor bemegy a közértbe a vásárló szerepére, de azért akkor ő a vásárló szerepében kommunikál a pénztárossal, az eladóval, és ezeket a szerepeket váltogatjuk napközben nagyon sokszor. Az utas szerepe, a közlekedési eszközön, a családanya szerepe, amikor hazamegy és a gyerektől megkérdezi, hogy kész van a leckével, vagy hol szánkózott délután. Nagyon sok szerepben fordul meg a hétköznapi ember. Itt bent ez egy kicsit nagyon leszűkül, tehát ez egy nagyon hasznos, pszichikailag mindenféleképpen hasznos, és nagyon fontos, hogy némi sikerben legyen részük. Az Országos Börtönszínházi Találkozó 3 éve indult útjára. Az elmúlt években a tiszalökiek kiemelkedő sikereket értek el. 2013-ban volt a magyar büntetés végrehajtásban első ízben, hogy különböző intézetek színjátszó csoportjai egy ilyen megmérettetésen vettek részt, és hát én nagyon büszke vagyok arra, noha bár jól lehet, akkor még nem én voltam a Tiszalöki Intézet parancsnoka, de nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a döntőn, amit Páhalmár Dunai városban rendeztek meg, a Tiszalöki Intézet színjátszó csoportja első helyezést ért el a Szent Iványi Álom Mesteremberek című darabbal. A Tiszalöki társulaton kívül 3 intézet előadását láthatta a regionális versenyen a zsűri kedd délelőtt Tiszalökön.